Sziasztok! Csész vagyok. Én pedig a Luca. És ma a Quick Draw játékkal fogunk játszani. De nincs fiú videójában láttuk ezt a játékot, és nagyon megtetszett nekünk. Különösképpen azért, mert Luca eléggé jól rajzol, én viszont totális analfabéta vagyok a rajzoláshoz. Viszont én térben látok mindent, térben rajzolok mindent, és ennek viszont az a lényege, hogy minél jobban egyszerűsítsd le azt a szót, amit kapsz, és úgy rajzold le, mert hogyha nem ismernétek ezt a játékot, az a lényege, hogy van mögötte egy mesterséges intelligencia, és valós időben, ahogy rajzolsz, összehasonlítja a rajzodat több száz, több ezer. Azok az emberekkel, akik játszották már ezt a játékot. Szóval az a lényeg, hogy nem maga a gép találja ki a rajzodat, hanem a gép azok alapján találja ki, amit mások rajzoltak ugyanarra a rajzra, mint te, és 20 másodpercet van lerajzolni egy-egy rajzot. Tehát gyorsnak kell lenned, egyszerűen kell rajzolnod. Nem úgy kell rajzolnod, hogy hogyan legszebb, hanem hogy a többiek hogy rajzolták eddig. És hát én egyáltalán nem tudok rajzolni, Luca pedig művészeti súlyba járt 12 évig, szóval elég kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi fog ebből kisülni. Úgy döntöttünk, hogy mi is teszünk egy kis csavart a dologba. Az első kört azt normálisan fogjuk játszani, jobb kézzel nyitott szemmel, második kört bal kézzel, és a harmadik kört pedig csukott szemmel, de jobb kézzel. Úgyhogy meglátjuk. Én kezdek, és az én szavam az iskolabusz. Na nézzük, ez szerintem egész egyszerű lesz. Csak hogy teszed iskolás? Kész. Á, ki a zseni! A te szavad a medve. Akkor oké. Jó. Én ezt hobbiban mindig így rajzoltam. Medve már? Nem medve még? De hát jó, akkor adok neki fület is. Na! It's a bear! A következő szavam a borosüveg. Vajon miért? Na, ez a viszonylag egyszerű lesz. Tehát most nem borosul, még inkább lopótak. Oly kész. Hát, inkább nem kommentálom. A te szavad a WC. Uram, atyám. De hát ez tök egyszerű, hát WC-t tök könnyű rajzolni. Hát térben nem tudom rajzolni. Na jó, de más emberek is biztosan térben rajzolják. Jó. Azt mondja, hogy itt a toilet. Ez na, azért. Na, az én szavam pedig a keret. De csak a keretet rajzol. Ó, oh. Jó. Láb. Megállapított, hogy ez egy négyzet, oké. Okay. Kész. Na, ennyi. Ez egy gyönyörűséges keret volt. Jó. A te szavad pedig a kulcs, ez lesz az utolsó. Hát ez jobb kézzel egyszerű lesz. Ez egy lábúj. Most már kulcs. Azért ez nem volt egy szép kulcs. Itt a végén meg lehet nézni, hogy a rajzainkhoz mi volt a legközelebbi találat, illetve azt, hogy más emberek mit rajzoltak ugyanerre, úgyhogy melyiket szeretném megnézni. Én megnézem az iskolabuszt az enyémek közül. Iskolabusz, busz és mentőautó volt a három legközelebbi. Más emberek rajzoltak. Hát az enyém azért ne haragudj. Jobbat vidázz. És te melyiket, nézzük meg neked a medvét. A medvét? Igen. Medve, egyébként. Úristen! Mennyire ronda már ez a mosómedve más emberek. Ez milyen medve? De karból, látod? Milyen medve ez úgy mégis? Jó, ez aranyom. Ez is nagyon édes. Azért vannak, akik tudnak rajzolni. A második körben bal kézzel fogunk rajzolni. Luca ezt most kezdhetette. Jó. Majd közben nézem, hogy miket. Ez így nagyon nem esik kézre. Szóval ez egyszerű. A te szabad a magyaró. Erre képes vagyok. Remélem. Mit körtem? Jó, az ez egyszerű. Az én szavam az egér. Hát igen, ez viszonylag egyszerű. Azt mondja sátor. Egér. Bármik ott akartam a fülét! Na majd én! De összegyűlöm! De nem egér fület fogok. Azért a fület bal kézzel nem olyan könnyű szerintem. Ó, már kitalált egy fül. Ó, hát jó. Mi? Kenguru? Mi? Az egeret olyan alakban kezdtem kb. Ó, de jó ing. Csak legyen ilyen háromszög alakú. Azt mondja orr, azt mondja zokni.
volt. Úristen! Ez jó volt. Nem csak ennyire meglepődtem, de... Egy láb. Láb. Ez egész egyszerű. Hát ez hogy lehet elmondani? Ez a legegyszerűbb dolog. Ez most csúnya lesz. De csak mert egyszerűsítek. De hát... Látod? De hát ez egy nagyon ronda láb. Ajaj, na mi lesz az enyém? De várjál, te leget mondott, ez meg fut. Úristen! Te mi ez? Miért rajzoltál egy kicsi köpvizet? Összekevertük a lábat, mint láb-láb a talppal, vagyis hát a lábnak az alsó részével. És hogy jobb kézzel rajzoltam meg hozzá a lábujjat. Na jó, akkor tiéd a... Megafon! Jó, én tudom, mi ez a megafon. Ez a lejátszó izé? Nem. Kör. Azt mondjuk kör. Jóga. Ez egy megafon. Ah, kitaláltam. Az, amiben így lehet beszélni, tudod, és ja. Akkor így kihangosítja a hangodat. Na, nézzük, hogy... Hogy rajzoltak? Igen. Hogy rajzoltak emberek? Jó, tényleg a kengurut nézzük meg. A kenguru szerinte... Kenguru? Jóga. Vannak ezt a kengurukok. Michael Arini. De ott van egy lók belőle a zsebibaba. És más emberek szerint a kenguru. Oh. Ez egy dinoszaurusz. Ez egy ember. Sziget. Hát ez nagyon vicces. Jó. Mik ezek a kenguru? Na nézzük még a tiéik közül mondjuk a lábad. Hokisztik. Hát ez... Ja. Hát ugye ez mindig jó, a... Hát, igen, magyarban megtévesztem, mert a láb az ugye nálunk mindenhogy a láb, náluk pedig külön van a lábnak, ez az alsó része, meg a lábnak a felső része, szóval... Hát... De én gyakorlatilag ezt rajzoltam. Tényleg? Csak kicsit hosszabban. Lekerekítettem a sarkát, hogy nem merőleges legyen. Na jó, ezt elfelejtjük. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Most jön a csukott szemes kör. Csillatok egy tessék. Köszi. Nos, a szavamat még láthatom? Zé, szavam kígyó. Hát ez egy hullámos vonal. Igen. Na tessék, egy, kettő. Azt mondja, hogy bajusz. Ojjaj, nem tudja, rajzolja ki nyelvet. Snake tudja. Látod, ezt hiányzom neki. Szerintem az, aminek van, az a... Hát így lebuldózolja a dolgot. Mint a... Jó, rajzolok valamit. Van egy ötletem. Úristen. Na, majd olvasom, miket mondtad. Úristen. Jó. Mehet? Aha, tehát akkor van kereke, gondolom. Igen. Van másik kereke. Igen. Eddig. Itt van egy ilyen autópest. Eddig frying pan, a motor. És ez van egy ilyen része, nem? Igen, egy kertját. Egy béka. Kerék. Nem hasonlít? Az mondja, hogy bajusz. Úgyis, hogy szakál. Tortát. Nem találtam. Akkor rajta. Úristen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz. Úgy, hogy az enyém a papagáj. Júi. Ja, papagáj csört. Az jellegzetes. Úristen. Hát azt mondja, cikcak. Kéz. Úristen. Hát egy csomó állatot mond, skorpió, tűz. Ezt soha nem fogja kitalálni. Azt mondja, kastély. Mit a szeme? Ezek már mindegy. Azt mondja, I have no clue. Hát... Na nézzük meg, hogy mik voltak. Szerintem nagyon jó volt a kígyó, hát nem tudom, mi a nyelv. Az nem nyelv akart lenni, hanem egy mosoly egyébként. Ja. Na nézzük. Mi ez a mó? Az álca az mindenre elhúzható. Mosó, Maci és Panda. Hát igen, ja. Mások tudtak... Mennyire édes ez a mókus. Mások tudtak mókust rajzolni. Jó, de édes ő. Milyen kövér mókus. De még a falka is. Várjál, hogy meg a popoká. Jaj. Megint az álca. Az álca az mindenre elhúzható. Tigris. Meg
kint a rakun. Igen, máshol tudom a papagát. Ú, de bajos! Ez a papagáj. Biztos csupat szemben rajzolta. A buldózerrel. De várjál, hogy rajzoltak? Motorbike, traktor és Blackberry. Ja, hogy ez szerintem kb. Ez a telefon. Hát, én szerintem tökre hasonlít, ez egy buldózer, nem rajzolt. Hát ez egyáltalán nem volt könnyű. Csak csupat szemben, amikor fogalmad nincs, hogy mit rajzolsz. Hát, ha tetszett nektek, akkor írjátok meg, illetve azt is, hogy szeretnétek még ilyen quick draw játékot látni. Ha szerettétek ezt a videót, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Az összes elérhetőségünket megtaláljátok az infoboxban, Facebook oldalunkat, Instagram profilunkat, mindent. Jövő héten pedig egy új videóval várunk titeket. Sziasztok!